Köszöntöm Önöket, nyelvimelő műsorunkban mai adásunk a modern városi nyelv használatával foglalkozik. Vendégünk a stúdióban Szántó Enikő, jó estét kívánok. Hogyan szólíthatom? Encsi, integetős smiley. Integetős micsoda? Smiley, tudod, ami van a fácsén. Aha, értem. Hát kedves Encsi, mutatkozzon be, kérem. Encsi vak, szégyenlő smiley. Ha 23 éves, kozmetikus vak, egy wellness szalcsiba, és itt kiöltött nyelv smiley-en. Értem. Munkából jön? Nem, ma nem dolcsiztem, nagy nevetés smiley. Értem, és akkor ma mit tetszett csinálni? Dumcsiztunk a csajszika, meg smiley-kat küldtünk, például kiöltött nyelv smiley-t. És miről dumcsiztak? Hát főként rucikról, meg fogyikuriról, meg ilyenekről. Könyvekről, nem? Az uncsi, az nagyon uncsi, uncsi smiley-at. De újságot meg magazin csak szokott olvasni. Újcsit azt mindig veszünk, mindig. Pletyiset, meg ilyen Kozmot, lol. Pardon? Pletyiset. Lol? Lol. Az mi az a lol? Hát, hogy nevetünk. Ja, értem. Na, de akkor miért nem nevet? Ezt nem értem. Hát, mert így rövidebb. Ja, világos, persze. Háromszoros hüvelykúj. És az mit jelent? Hát, hogy tök jó, meg oxika, meg királyság van, meg ilyenek. Aha, értem. Nos, itt nálunk az a feladat ma, hogy amit én mondok, azt ön hogyan mondaná? Tehát érti a feladatot, gondolom, nem? Bizonytalan smiley, sok kérdője. Semmi baj, mindjárt megérti. Hogyan beszélte meg a mai találkozót a barátnőivel? Tácsin. Jó, jó. Jó, de mit mondott például, találkozunk a vendéglő előtt? Vagy? Halima Talia Mekinél kutyumatrica. Kutyumatrica. Az meg mi a rosszabb, az a kutyumatrica. Küldtem nekik cukiságmatricát fészen. Lol. Lol. Jó van, ha beülnek valóban, akkor ön hogy mondja azt, hogy légy szíves, csukd be az ajtót, mert fázom. Figyú, légy szíves, csukisz be ajcsit, mert hűvi van, aggódó arc, hó emberke. Jó, mondjuk megkérdezi a barátnőit, hogy mit szeretnének inni. Figyú, milyen ücsit kértek, sima smiley. Jó, ön egy kávét kér, cukora és tejjel. Nekem egy kávcsit cukcsival, meg tejcsivel. Felmerül a kérdés, hogy egyenek is valamit. Kajcsizunk. És ön mit szeretne fogyasztani? Vitaminsalit, angyal, smiley, lebeg. Jó, és mást is szoktak enni? Aha, van wellness szennya ubival, meg parival, meg kajcsizunk gyümmit is. Gyümit? Narit, bancsit, kölcsit, cserkot, meg ilyeneket, glória, smiley. Értem. Akkor most inkább idézetek jönnek, vagy ismert verseket mondok, hogyan mondaná ön. Tehát például azt, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Még nyílcsi a völcsi, a kercsi, a vilcsi, még zöldcsi a nyácsi, az abcsi, elcsi, lol. De látod ottan a téli világot, már hótakará el a bércitetőt. De látsid te ottan, hogy hüvi a télcsi, már sípari lett a hecsitetőn. Szomorú arc, hóemberke. Nézzük egy másik idézetet. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok. Figyú, rabcsi vagy szabcsi, mondjátok gyorsan. Pici perecek, béka, indián, boci. Perecek, béka, indián, meg boci. Aha. Aha. Jó. Lol, kimaradt, csak úgy szólok. Nem, mit hóemberke kell. Jó, az minek? Médi. Értem, jó. Encsi, figyelj rám. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Tényleg? Hol van Muti? Jó. Encsike, várjon egy kicsit. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed, aludj el szépen, kis Balázs. Alvó smiley holdacska. Így az ünnepek közelettével hadd kérdezzem meg, felköszönti az ismerőseit? Aha, fészen küldök képet, és mindenkinek
mindent megjelölök rajta. És kilátható a képen? Senki. Virágok vannak rajta, meg napocska, meg pezsgős üveg, meg szép tej, meg idézetek. És milyen idézetek? Hát ilyen bölcsesség, Gloria Smiley, vagy poénos üzi. Igen, milyen poénos üzi? Hát mondjuk az, hogy pici erdő, pici nyuszi, pici szádra, pici puszi, igéző adsz benne két szem, hogy kidugott, meg nem emlékszem. Na, megyek dolcsizni, lol, na.